Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén. Én nagyon sok mindent nem szeretnék előjáróban elmondani, de szeretném köszönteni az előadónkat, Kecskés Istvánt, a Balatonparti Egészségért gadaterápiautát, vezetőn, gyémántvezetőnket, egy nagyon lelkes fiatalembert, aki már mosolyog és alig várja, hogy megoszthassa az ismereteit az itt levőkkel, illetve természetesen felvétel fog készülni a mai alkalomról is, tehát aki ma nem tudott felcsatlakozni erre a webinára, természetesen meg fogja tudni nézni. De még mielőtt átadnám a szót az Istvánnak, arra szeretnék mindenkit kérni, hogy halkítsa le a mikrofonját, hogy ne zavarjuk ezt a fantasztikus előadást. Megbeszéltem Istvánnal, hogy ahogy befejezte a prezentációját, lehetőség nyílik természetesen minden kérdésnek a megválaszolására. De ha valaki úgy gondolja, hogy most nem szeretné feltenni, vagy éppen nem jut eszébe kérdés, akkor természetesen fogunk, illetve megoldást találunk rá, illetve az István is fog rá válaszolni. Hát én nem is akarok más mondani, mint hogy szeretettel köszöntlek István, és átadom neked a szót, és sok sikert a mai alkalomhoz. És köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk. Sziasztok! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. És ma egy kicsit különleges előadással készültem nektek. Az elmúlt 8 évben rengeteg olyan előadást tartottam már, ahol beszéltem a termékekről, az összetevőkről, a hatásokról, hatékonyságokról. Ma is lesz ilyen része, de azt gondoltam, hogy muszáj most már beszélnünk egy kicsit magáról a DX-es ganoterápiáról és a ganoterápiás megoldásokról. Köszönöm szépen, abban ganoterapeuta tanácsadó vagyok, de amúgy egy egyszerű ember, aki 8 éve azzal foglalkozik, hogy mit tudnak ezek a gyógygombák. Ezért is hívom őket csodálatosnak. El kell mondanom, hogy ebben a prezentációban eddigi tapasztalatok fognak elhangzani. Nem állítok semmit, nekem véleményem van mindenről, és nem diagnosztizálok, hiszen nem vagyok orvos, és nem vagyok képes betegségeket gyógyítani, illetve ezekkel a termékekkel nem vagyok képesek gyógyítani és megelőzni betegségeket, azonban nagyon sok minden másra képesek a termékek, és nagyon sok minden másra viszont nem. Jó, erről is fogok beszélni, egy kicsit különleges lesz ebből a szempontból ez a mai este, és a végén tényleg nagy szeretettel várom tőletek, hogy tegyetek föl kérdéseket. Jó? Vagy ha nagyon unalmas van az előadás, akkor is valaki tegyen fel egy kérdést, és akkor tudni fogom, hogy húzzak bele. Köszönöm szépen. Újra elindítani. Az aktuális diától kezdve. Na nézzük. Oh, szuper! Mindenki velünk van. Szóval még egyszer sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ma egy kicsit másképpen szeretnék beszélni magáról a cégről, a termékekről és magáról a ganoterápiáról, ami szerintem egy fantasztikus dolog. DX-ről pár szóban, hogy azoknak is, akik most itt újak, és nagy szeretettel köszöntelek benneteket, vagy hogyha ezt a videót nézitek, egy pár gondolatot, amit érdemes tudni magáról a cégről. Ez egy Ganoderma vállalat, 1993-ban alapította Dátuk Dr. Lim Seo-jin. Nálunk, ami elérhető, étvetkiegészítők, élelmiszerek, higiéniai termékek, bőrápolási termékek és kozmetikumok, amik itt a palettában vannak Európában, de ezen kívül számos termék létezik a cégnél, amit el lehet érni a világon. A One Dragon, One World, One Market, One Mind koncepciókkal az egész világon jelen van. Ugye a One Dragon az azt jelenti, hogy egy kézben van a gyártás és az egész forgalmazás. A One World, One Market azt jelenti, hogy egy világ, egy piac, ugyanúgy lehet a világ bármely pontján hozzájutni ezzel a termékhez. És a One Mind pedig azt jelenti, hogy egy céllal, egy közös cél, tudattal mutatjuk be ezeket a termékeket. A legmagasabb nemzetközi minősítésekkel rendelkezik, ISO 17025-ös, ugye ez egy akkreditált minőség ellenőrzési rendszer, az ISO 14001-es, ez egy organikus termesztési technológiai rendszer, van a GMP, ez egy jó gyártási gyakorlat, ez egy nagyon tiszta, szinte gyógyszertári körülmények között gyártják ezeket a terméket, illetve csomagolják és termesztik is, illetve a halál és a kóser minősítést is megkapta a cég, ez mind a kettő nagyon tiszta, tisztasági minősítés. Az a küldetése a ganoterápiának, hogy eljusson a világ minden pontjára. Hogy egyre több egészséges ember legyen a Földön,
Itt most én Európáról és Magyarországról beszélek különösen, de az egész földre igaz, hogy főleg a mostani helyzetben, hogy nagyon fontos, hogy megőrizzük azt a tudatot, hogy mi egészséges emberek vagyunk, nem vagyunk betegek, csak kibillent az egyensúlyból a szervezetünk, és ennek a kibillenését mutatja a testünk. Egyre több család, akiknek anyagi segítség is a DX-en. És itt Európában még nem is annyira jelentős, de egy indiai országban, ahol ezen múlik egy családnak a megélhetés, ott igen. Egyébként nekem is nagyon-nagyon sokat segített. Voltak nehéz időszakaim, és akkor a DX-en kihúzott engem ebből a problémából. Megbízhatóan, etikusan és becsületesen végezzük a munkánkat. Ezekkel a megbízható, etikus és becsületes hozzáállásokkal állunk hozzá minden egyes emberhez, aki hozzánk fordul, hogy kíváncsi a DX-re, és megmutatjuk neki. Miért is kezdjük el fogyasztani ezeket a termékeket? Hát én ugye 8 éve találkoztam vele, én is egészségügyi probléma, illetve egy nagyon feszült állapotban voltam, arra kerestem megoldást, és már én bármit megtettem volna azért, hogy valami jobbá váljon, mert ilyen pszichogyógyszereket is szedtem, meg vérnyomás csökkentőket is, és nagyon-nagyon rossz állapotban voltam. És előjött nálam is ez, hogy na most ebből elég volt. De akkor én még nem tudtam a DX-enről. És amikor én megtaláltam a céget, és én így meghallgattam, hogy ez miről szól, megmondom őszintén, hogy ilyen, mint amikor rájössz arra, hogy mégis van egy B-terv, és mégis kell meghalnod abba a betegségben, amiben benne vagy, egy ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés volt. Jó páran megelőzés céljából is megkerestek most már bennünket, ugye ez lenne a lényeg egyébként, hogy sokkal kevesebbet kell arra költenünk, hogyha megelőzünk problémákat, mint a betegségünkre. Nagyon sok elhízott ember van, nagyon sok sovány ember van. Testsúly optimalizáció miatt is keresnek minket, ezért is kezdjük el fogyasztani. Épp a minap írt rám valaki, hogy István, szeretnék 4 kilót fogyni, és hogy milyen gombát egyek, hogy erről később még beszélek, de ugye ez nem egészen így működik, tehát én megkérdeztem, hogy miért szeretnél fogyni, hát nem biztos az, hogy az a megoldás, inkább az alakodra figyeljél, hogy te egy gyönyörű női alakot vegyél föl, hogyha most nem tartod magad annak. Nagyon sokan keresnek most már sporttevékenység támogatással, szerencsére egyre több sportoló van a DX-ben, egyre többen választják ezeket a táplálékokat magához, a sportnak a kiegészítéséhez, és ez az eredményeinken meg is látszik, én jó magam is járok le gyúrni minden nap szinte, egy héten legalább 5-ször lemegyek a kondiparkba, és óriási segítség számomra is az, hogy van mivel kiegészítenem ezeket az edzéseket, majd erről is fog beszélni. Van olyan, aki azért kezd el fogyasztani, mert annyira csőd helyzetbe került, hogy valamit keresett, ugye megtörtént az, hogy kirúgták a munkahelyéről, vagy csődbent a vállalkozása, és azt mondta, hogy na, ebből elég volt, én még egyszer ebben a mókuskerékben nem megyek vissza, keresek valamit. Nyilván tudjuk, hogy önmagában elég nehéz úgy elindulni a DX-emben, hogy csak a DX üzlettel foglalkozol, de maguk a termékek viszont megmenthetik az emberek életét, úgy, hogy nekem is 2013-ban. Tehát az a lényege, hogy megoldást keresünk valamire. Az élethelyzetünkben keressük azt, hogy hogyan tudom ezt megoldani. A miértünk megvan, nekem ott volt a család, a gyerekek, föl kell őket nevelni, a párom, hogy tudja tenni az anyai dolgait, hogy én tudjam őt úgy támogatni annyi pénzzel és annyi szeretettel, hogy átviszeljük azt az időszakot. És a DX-nek hála sikerült, de én is megoldást kerestem. És ugye a miértem megvolt, és már csak a hogyan hiányzott. És akkor jött be, én még nem tudtam mi az, hogy ganaterápia, én akkor kezdtem el, tulajdonképpen elkezdtem enni egy-két gyógygombát, meg elkezdtem minden gondármás kávét, majd erről is beszélek később. Azonban az idő alatt megtanultam, hogy mi az, hogy ganaterápia. És ez a ganaterápia, ez egy holisztikus megközelítés, ami azt jelenti, hogy nem avatkozunk be a testi folyamatokba, hanem támogatjuk a testi folyamatokat. Stabilizáljuk az immunrendszert, azért, hogy ezeket az öngyógyító folyamatait el tudja indulni, hogy el tudja indítani, hogy megszüntesse ezeket az
betegségeket. Ugye ehhez erősen, fitten kell tartani a testünket és a lelkünket. Ebben is segít a ganoterápia, és a ganoterápián belül a DX-nek a fantasztikus készítménye, és azok a funkcionális élelmiszerek, amelyek támogatják a napjainkat, a mindennapjainkat, és a különböző feladatokat, hogy minél egyszerűbben és hatékonyabban meg tudjuk oldani. De mégis a cél a prevenció, mert sokkal jobb megelőzni, mint gyógyítani. Ugye olyan összetételű, tiszta tápanyagokat, vitaminokat juttatunk be a szervezetünkben, amit egyébként nem tudunk előállítani, és nélkülözhetetlen számunkra. Ezeket életbe vágóan fontos, hogy pótoljuk, mert egy ideig tűri a szervezet, tűri, mint amikor a versenylovak ugye már oxigén nélkül rohannak be a célba az utolsó métereken. Viszont amikor beérte a célba, akkor lehet, hogy azt mondja a szervezet, hogy jó, akkor ez volt az utolsó csengetés, és akkor kidönt téged egy-két-három hónapra, fél évre egy komolyabb betegséggel, mert nem vette észre azokat a pici dolgokat, hogy be kellett volna vinni egy-két tápanyagot, vitamint, oxigént a szervezetedbe, és egy kicsit változtatni ahhoz, hogy egyáltalán létezni, élni tudjál. A ganoterápiánk, amivel én először találkoztam, mikor idejöttem, ez a ganoderma gomba volt, sőt a ganodermás kávé. Én megkóstoltam egy ganodermás kávét, és képzeljétek el, hogy olyan volt, mintha kaptam volna egy öklöst, régen diszkóban, amikor kidobó voltam, akkor kaptam egy párat, és ez ugyanolyan volt, de ez egy pozitív öklös volt. Nagyon-nagyon éreztem, hogy valami csodát találtam. Na ez volt a ganoderma, ami abban a kávéban is benne volt, ami ugye már több mint 4000 éve a gyógynövények királyaként elhíresült, fantasztikus, egy fantasztikus dolog. Ugye ezeket a ganodermákat meg lehet találni az erdőben, meg lehet találni különböző rothadt fákon, ilyesmi. A DX-nél azonban ez egy nagyon-nagyon tiszta körülmények között, bio körülmények között van. A csirátlanítva van maga az a táptala is, amiben ezeket a ganoderma spórákat beleültetik, és ezáltal egy nagyon-nagyon tiszta ganodermát kapunk a DX-nél. A ganoterápiának az első része az, amikor ganoderma gombát kezd el az ember fogyasztani. Miért is fogyasztjuk ezt a ganoderma gombát? Egyáltalán ugye fölmerül a kérdés, hogy mi szükség van rá. Nagyon sok mindent lehet hallani ma már ezen a piacon, hogy élj egészségesen, egyél csak zöldséget, nagyon-nagyon figyelj arra, hogy hogyan táplálkozol, ne lustálkodjál. Na jó, hát azért ezt a magyar embernek mondjuk szerintem nem annyira érdemes elmondani, mert én magamból indulok ki, hogy még itt az előadás előtt azért a feleségem egy jó magyaros vacsorát csinált, ettől vagy kipirulva az arcom. Én magam is megeszem a jó dolgokat, meg én sem mindig, tehát égetem én is néha két oldalára a gyertyát, és ezek a termékek egy egyensúlyt, egy kontrasztot adnak hozzá, hogy valahol ezt én tudjam is stabilizálni magamban, és meg tudjam tenni mindenféle következmény nélkül azt, hogy megeszek egy jó pörköltet például. Ezért elkezdtem szedni a ganoderma gombát, és ha elkezdett szedni a ganoderma gombát, akkor tapasztalsz dolgokat, elkezdődik egy méregtelenítés, elkezd fokozódni benned a keringés, az agyműködésed is gyorsabb. Tehát én most megettem egy kis ganodermát, meg 6 oroszlán sörényt itt az előadás előtt, és érezhetően jobban vág az agyam, szerencsére. A cukorszint szabályozásnál, hogyha az a problémát, hogy kibillent az egyensúlyod, és nem tudsz a cukroddal mit kezdeni, nyilván megint azt mondom, nem gyógyítjuk mi a cukorbetegséget, de hogy is a szervezetnek az öngyógyító folyamatai tudnak segíteni abban, hogy a hasnyálmirigy is normálisan működjön. Most képzeld el, amikor elvágod az ujjadat, ugye tök természetes, nem, hogy elvágod, és akkor azt elkezd begyógyulni, az a szervezeted elkezdi begyógyítani, azt úgy nem is figyelsz rá oda, de azért mekkora csoda, nem, hogy szinte heg nélkül egy kisebb vágás begyógyul. Na most bent ugyanez van, és ehhez adunk mi segítséget a ganoterápiával, hogy a legjobban tudja a testünk ezt a feladatot elvégezni. Ezek mellett még ugye ráadásul energiát is kapunk tőle. És számos esetben a fogyasztói fórumban, amiről még lesz szó,
tapasztalom azt, hogy írják az emberek, hogy igen, érzik ezeket a hatásokat, illetve egy-két ellenhatást is éreznek, arról is majd mindjárt beszélek. Jó? Együtt a leghatékonyabb ez a gyógygomba. Van egy 90 napos gombatest, úgy képzeljétek el, hogy kétféle ganodermát szüretelnek. Van egy 90 napos gombatest, és van egy 14 napos micélium. Az öreg gomba, az a 90 napos gombatest még tartalmazza a spórákat, és ezzel együtt van leőrölve, és egy nagyon szoros koncentrátum, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon erős a hatékonysága. A ganocélium pedig, amit az öreg gomba felfedez, a ganocélium segít kiüríteni. Tehát, hogyha mondjuk az öreg gomba talál egy sejtet, abban egy méreganyagot, akkor azt a sejtet kinyitja, a ganocélium pedig védi a környező épp sejteket, hogy ne jusson hozzá a méreganyag, és szépen kivezeti a szervezetből a gyógygomba. Nagyon jól működik fogyókúrához, na, ugye erről beszéltem az előbb, tehát én nem javaslom senkinek, hogy fogyókúrázzon, én azt javaslom, hogy kezdje el megnézni a testét, figyeljen oda, hogy hogy nézek ki, és akkor mi az, ahol nekem érdemes azon változtatnom, hogy jobb állapotba kerüljek. Mert attól, hogy valaki bevág egy jó kis fogyókúrás programot, az nem építés, az rombolás. Mert lehet egészségesebben élni az építés, de hogyha te megkínzod magad és ledobsz 2 kiló izmot, meg 3 kiló vizet, akkor fesztettél 5 kilót, amire egyébként nagyon nagy szükséged lett volna. Úgyhogy én fogyókúrát nem ajánlom, de ajánlom, hogy optimalizáld a tested, mert a ganoderm az egy adaptogén növény, tehát az azt jelenti, hogy fogyáshoz is és ízáshoz is segíti, megint csak az egyensúlynak az elérését. Ez az egyensúly, ez a ganoterápián nagyon-nagyon fontos. Pánikos, rosszalvós ügyfelem nagyon szépen 1-2 hét alatt kijött abból az állapotból, és nyilván ezeket érdemes tovább fogyasztani, hogy folyamatosan egyre jobb és jobb állapotba kerüljél, amíg el nem ér az egyensúlyt, onnan meg még tovább tud erősödni. Vírusellenes, hogyha nagyon komoly vírusokat is ugyanez az RG, az öreg gomba ki tud pucolni a szervezetből, most ebben nem megyek bele. Trombózis ellenes, egy trombózisos ügyfél elkezdte fogyasztani ezeket a gombákat, és hála jó Istennek, hogy sokkal jobban érezte magát utána, és nagyon gyorsan fölépült, és ez már most 2 éve volt, azóta sem jött vissza. Növeli a szervezet ellenálló képességét a stresszel szemben, a sérülésekkel szemben. Ugye, ami túlműködik, az lassítja a gyógygomba, ami alulműködik, az megerősít, és ez minden szervünkre igaz. Kicsit beszélnék az adagolásról. Nagyon sokszor jön hozzám, nagyon sokszor, naponta sokszor jön kérdésként, hogy hogyan adagoljuk ezt, vagy azt, vagy amazt. Megmondom őszintén, hogy én 6 hónapon keresztül 1 RG-t, 1 J-t tettem és 3 spirulinát. Meg megittem mondjuk, hát 4-5 kávét biztos naponta, a sima 3-1-ben kávét ittam, a ganodermásat. Én nekem ez volt a napi adagom, én így jöttem le 6 hónap alatt 4 vérnyomás csökkentőről és 9 hónap alatt a nyugtatóról, úgy az utolsó 3 hónapban kellett egy másik gomba is, az oroszlán sörény. De vannak méregtelenítő programok, ahol különböző adagolási rendszerek vannak. Ez Jane Yao, a mi ganoterapeutánk állította össze például, hogy hetente emeled, párban természetesen 1-2-4-6-8 pár, és utána 6-4-2-1 vissza. Ez egy ilyen hullám. Ez is egy méregtelenítő terápia. Ebben sem nagyon akarok belemenni. Én azt gondolom, hogy akár a meghívód, akár a felső szponzorod nagyon sokat tud erről neked mondani, illetve a fórumban is nagyon sokat lehet erről olvasni, meg egymással is nagyon sokat tudunk erről beszélni. Minden esetben személyre kell szabni az adagolást, mert nincs 2 egyforma szervezet. Nagyon sok európai szervezet nagyon-nagyon ramaty állapotban van, ami azt jelenti, hogy te nem is érzed, hogy le van a szervezeted, de amikor elkezded fogyasztani a gyógygombát, akkor az megmutatja, hogy hú, itt azért gond van. Úgy tudja megmutatni, ha például elkezd fájni a hasad, mert elkezdesz méregtelenítani, vagy hasmenésed van, vagy fáj a fejed, akkor az azt jelenti, hogy elkezdett hatni, elkezdett működni a gyógygomba, elkezdte pucolni a szervezetedet, és ez egy nagyon jó dolog. Viszont több vizet kell inni, esetlegesen még tovább csökkenteni az adagolást, hogyha neked ez kellemetlen, viszont akkor végig kell csinálni, mert akkor ez egy 2-4 naptól max. 3 hét
időszak, és utána viszont egy olyan erősödés indul meg, és ez megint nem egy leírt szöveg, hanem ez egy tapasztalás az elmúlt 8 évben rendszeresen kitartó emberek pár napig kellett kitartani, és ezt az ellenreakciót nagyon gyorsan átváltott egy nagyon-nagyon erősödő, nagyon aktív reakció. Láttatok volna engem 2013-ban, akkor most semmit nem kellett volna erről mondanom. Mindenesetre azért a fokozatosság elvét érdemes betartani, mert azért nem annyira jó az, hogyha hirtelen lemérektelítjük magunkat. Jó, de nem mindig kellemes. A spirulinám a másik, amiről szerettem volna részletesebben beszélni. A ganoterápiának a másik DXN terméke, ez a spirulina. Miért mondom, hogy DXN terméke? Én is kipróbáltam más termékeket, egy sem volt olyan hatékony. Ezt nekem nem kell elhinned, nyugodtan próbálj ki más termékeket, és hasonlítsd össze, hogyha ilyen gondolataid vannak, mert a te tapasztalatod az lesz, ami mérvadó lehet ebben az ügyben. Én a DXN spirulinát választottam, főleg azért, mert ezen a farmon tenyésztik. Nagyon-nagyon tiszta körülmények között, 15 kilométeres körülbelül nem lehet semmiféle szennyező dolog. És látjátok, a hátul ilyen hegyek vannak, és ilyen patakoknak a vize folyik rajta keresztül. Egy nagyon-nagyon tiszta, én még nem voltam, de egy sok kollégám volt már, és megnézték ezt a farmot. Nagyon erős és nagyon tiszta spirulinát születelnek, és nagyon magas Malajziában van ez a farm, nagyon magas a kerettartományban a napsütéses órák száma, és így nagyon sok napon keresztül tudnak spirulinát születelni, és nagyon-nagyon magas minőségű ez a spirulina. De miben is nyilvánul ez meg? Egy tökéletes táplálék jön létre ebből az édesvízi algából. Egy gram alga az nagyjából 1 kg zöld zöldség erejének felel meg. Nem véletlenül, 1 gram az 4 kis tabletta. Nem véletlenül használták az űrhajósok eredeleként, a NASA-nál is, ezt használják a mai napig, a spirulina algát. Ugye ez is segít a testi folyamatok optimalizációjában. Megint csak azt mondom, hogy nem a spirulina csökkenti a vércukorszintet, hanem az, hogy elkezdesz fogyasztani spirulinát, akkor megint csak támogatod a szervezetet. És ugye milyen érdekes? Ugyanezt mondtam az előbb a kanadánál. Minden embernél más és más, ami jobban működik. De alapvetően hatékonyságban a spirulina és a ganoderma együtt verhetetlen. Vírus és baktériumölő, gyulladás csökkentő hatású, és az üzlet védelméről csak annyit, hogy nekem még nem volt térdüzületi vagy könnyűküzületi problémám, pedig elég nagy súlyt emelgetek fölfelé, mert a saját 95-98 kilomat emelgetem fölfelé húzóckodáskor, és bírja a könnyűküzület, de én mindig eszek előtte legalább 6-8 spirulinát, mielőtt kimegyek a parba, sőt, hát ma 10-et ettem. Nagyon-nagyon sok összetevős ez a spirulina. Nagyon sok fehérje van benne, 60-70%-ban, ami növényi fehérje, és ugye ezek a sejtjeinek a táplálékai. Ugye 18 aminósavat tartalmaz ebből, 8 olyan, ami nélkülözhetetlen. És a fehérjeláncok kialakításához minden megvan hozzá, tehát hogyha valaki mondjuk vegán ételeket fogyaszt, vagy csinál egy vegán hetet, akkor nagyon szépen ki tudja egészíteni spirulinával, és akkor nem kell figyelni, hogy melyik zöldséget melyikkel egye, mert ezzel az algával bármelyiket ki tudja pótolni, és kialakul a fehérjelánc, ez azt jelenti, hogy felszívódik minden, és hatékony lesz. Rengeteg vitamin benne, B1, 2, 5, 6, 9, 12, A, E, C vitamin, mikrotápanyagok a felsoroltak szerint, látható, hogy miket támogatnak ezek, tehát például ott van a króm, ami a perifériás idegrendszer támogatja, ugye látásjavító, omega-3 zsírsavokat tartalmaz, ami ugye a sejtgyulladásokat tudja csökkenteni, ficocianint, ami lassítja a rákos sejtek szaporodását. Ebben most nem megyek jobban bele, a természet doktoraiban erről részletesen írnak. Aztán a terhesség létrejöttét segíti. Sportban az izmok épülését, a gyorsabb regenerációt. Nekem nincs izomlázam, sosincs izomlázam azóta, mióta spirulinát fogyasztok. Segít, jó, de le is nyújtok utána természetesen, tehát ez nem úgy van, hogy megeszem, és akkor nincs izomláz, tehát ugyanúgy nyújtok, mert mindent megcsinálok, de így kikerültem az izomlázat.
segíti az üzletekben, hogy visszamenjen, tehát a könyökizületben például, hogy a folyadék így vissza tudjon áramolni, ugye ahhoz, hogy jól mozogni ezek a csontocskák, hogy nedves közegben legyenek, ilyen zselés közegben, abban is nagyon sokat segít. Az izomzatra tapadt toxinokat lepucolja az alga. Csökkenti a gyulladásokat, mert megemeli a véroxigén szintet, segíti a vörösvérsejt képződést. Normalizálja a fehérje anyagcserét. Tehát nagyon sok mindent el lehet róla mondani, mert ez egy szuper food, ez egy szuper táplálék. Alultápláltság esetén is javasolt. Ugye mi, akik régebben óta itt vagyunk, csak akit látok, Józsi, Szabi, Kati, akit én most látok per pillanat, tudjuk, hogy Dr. Lim az a IMSZAM, az ENSZ jószolgálati nagykövete, nem jótékonysági, jószolgálati nagykövete, és az éhező afrikaiaknak nagyon nagy mennyiségű spirulinát ajánlott föl ingyen, sőt, létre is hoztak Dubajban egy farmot, és ezeket az afrikai gyerekeket tulajdonképpen az éhhalától mentik meg, mert hogyha megesznek napi 3 szem spirulinát, akkor azzal már kaptak annyi tápanyagot, amivel túl tudják élni, és utána már fel tudnak majd épülni. Bélrendszeri problémáknál, most krónikus gyulladásoknál, megint el kell mondanom, meg nem a spirulina gyógyít, a testünk gyógyítja önmagát. A cukorbetegségnél is. A sérülések esetén, mai napig emlékszem a Tótica, a nagyon jó barátom, az ő kisfiam, amikor leesett a téglarakásra, és komolyan mondom, hogy megkönnyeztem, mikor mondta, hogy néhány nap alatt nagy mennyiségű spirulinával milyen gyorsan a szétbombázott arcán a seb, milyen gyorsan meggyógyult. Aktív fejlődési időszakban gyermekeknél én kötelezővé tenném, nem én ezt Kocsó Laci mondta, ezt én adom tovább, kötelezővé tenném a spirulinát, mert egyszerűen annyira segíti a fejlődést, a szerveknek a fejlődését, a végtagok, az izomzatnak a kialakulását, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a gyermekeknek. Vérszegénységnél nagyon hatékony. Nagyon sok esetben, amikor kemoterápiás ügyfeleim vannak, és vastabletta már nem működik, akkor megdobjuk spirulinával, és helyreáll a vérkép. Sportnál, extrém teljesítményekhez, itt a Talján Zsolt barátom, aki full extrém módon sportol, a nagyon a határértékeit súrolja, tehát képes hegyeken keresztül 50 kilométeren vaksötétbe gyalogolni, meg 120 kilométeren hegyek között biciklizni, meg ilyeneket csinál. Ő rengeteget eszik, és az ő csapata is, de itt vannak a Szabiék, akik hamarosan maratont fognak futni a Balaton körül, 220 kilométert fognak lefutni. Nagyon durva, ők is eszik a spirulinát. Potencia növelő, szexuális libidót emeli, és ugye a szexuális libidó megemelkedik, abból következik, hogy lesznek anyák, és a szoptató anyáknak a tejtermelésének a serkentésére. Ez egy zseniális cucc. Nézzétek meg majd a fórumban, hogy milyen írások vannak róla. Hipoxia megszüntetésére nekem volt, amikor kicsit túltoltam a sportot, nagyon-nagyon hatékony. A cordyceps-szel együtt tettem meg, és megszüntette ezt a oxigénhiányos állapotot, a pulzusom is helyreállt. Jó, a gyerekeknek az ellenálló képesség növelésére, egy nagyon kedves barátomnál, a Szilvinél volt, a frontérzékenységnek a csillapítására. Ellenjavallat, amit igazából inkább óvatosságra intem azokat, akik vesebetegek, és nem lehet fehérre gazdag ételeket fogyasztani, mert ez ugye növényi fehérjében nagyon-nagyon gazdag, és a vesét ez bizonyos szinten megterheli. Illetve pajzsmirigy túlműködés esetén, hogyha valakinek túlműködik a pajzsmirigye, azt nagyon gyorsan jelzi a spirulina, mert azonnal bejelezve felgyorsítja a pulzust. Tehát ott is óvatosan kell. Tehát ha te úgy tudod, hogy nem tudod, hogy magas, hogy a túlműködik a pajzsmirigyed, akkor nézesd meg. Nagyon fontos. Aktív sportolóknál, rendszeres futásnál, itt van a DXN Active Life Facebook csoport, rendszeres kardioedzésnél, testépítéshez, küzdősportokhoz, kézilabdások fogyasztják és focisták, illetve valóban nagyon extrém helyzetekben. És a fizikai munkában is, ez is a ganoterápia része, nagyon érdekes, kitartó, figyelmet igénylő munkák, kamionosok hosszantartón vezetnek, ott a tanárok oktatnak, ugye adminisztrációs munkák, ahol oda kell figyelni, hogy hol tartasz,
vagy építőipari vendéglátós, és vendéglátásban a szakácsnak én azért toltam úgy végig egy nyarat, hogy napi húsfilójával, ilyen napi 12 órát dolgoztunk konyhán, kertészetben, minden olyan munkánál, ami izom- és derékfájást okoz, nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az algákat fogyasszuk, hogy támogassuk a testünket abban, hogy ezt a munkát el tudja végezni, mert hogyha valaki egy kertészetben dolgozik, és kétszer annyit tud dolgozni, akkor kétszer annyi pénzt tud hazavinni. És ez nagyon-nagyon fontos ma. Csökkenti a gyulladásokat, ellát erővel, és az adagolásáról napi 3 tabletta, amit én szoktam javasolni, a dobozára azt hiszem azon ír, hogy 2x3, de energiaszintől függően változik ez, tehát én a sporthoz megeszek 8x10-et, de van, mikor csak napi 1 kell. Tehát például nyáron, amikor nagyon süt a nap, ugye magas a napsütéses órák száma, akkor egy-két spirulnával el vagy naponta, ha nem végzel kemény fizikai munkát. Nagyjából ennyit a spirulináról, egyébként még rengeteget tudnék róla mesélni, de már is nézem, hogy már fél óra eltelt, úgyhogy egy kicsit belehúzom. Az oroszlánsörén gombánkat ismerjétek meg, az acélidegzett gombája így néz ki, és mivel én egy párszor azt mondtam, hogy oroszlánsövény, így egy-két vonalon így indult el, és ez ment is azonnal természetesen másolódott, tehát van, aki sövénynek hívja, semmi gond, tudom, hogy mi ez. Gyomorfekénél, emésztési gondoknál az immunrendszert optimalizálja, időskori elbutulás ellen memória javításra is rendkívül hatékonyan működött az elmúlt időszakban. Te tudjátok olvasni, mennyiféle problémánál segített, amiről én tudok. Tehát akik személyesen engem megkerestek, és hozzáfordultak segítségért, és nekik ajánlottam, itt már volt ilyen pánikolásnál, gyerekreggel izgult, refluxnál nagyon durván a spirulinával együtt, nyugtató csökkentésében, ez nálam. A szemideg szintén nálam, szemideg rángásom volt. Mi lesz, ha, ugye, amikor be vagy parázva, hogy mi lesz, ha ugye annak az a csökkenése. És általában napi 3 tabletta van, de ez tabletta az adagolás, de probléma függő. Ha gyógyszerről jöttem le, ott azért azelőtt több kellett, 2x3, illetve ilyen nagyon ilyen extrém stresszes esetben, amikor mint a haláleset, vagy ilyesmi történik, akkor akár a 3x6, 3x8-et is meg lehet belőle enni. Ez az idegpályákba épül be, és az idegpályákat körülölő hüvelynek a töredezettségét szünteti meg, és ezáltal az a befeszült állapot, az egy kicsit így feloldódik, és így jobban szembe tudsz nézni azzal a helyzettel, ami neked jött, és jobban tudod kezelni azokat a problémákat, amiket meg kell oldani. Nyilván elkerülni nem tudod, akkor meg kell oldani, ahhoz meg nagy segítség az oroszlánsörény gomba. Szegény oroszlánsörény, most többet nem beszélek róla. A többi gombáról már kevesebbet fogok, illetve nyilván nem tudom a DX-en összes termékét, nem is akarom unalmas termékbemutatóvá varázsolni ezt az előadást. A Cordyceps nekem hatalmas kedvencem, javítja a vese és máj működést, életenergiát kaptam tőle, növeli a libidót szintén, növeli a tüdőoxigén felvő képességét, tehát ugyanúgy testépítőknek nagyon szívesen ajánlom, illetve ajánlom mindenkinek, aki sportol, ez nagyban elősegíti azt, hogy adott időn belül egy adott teljesítményhez kevesebb energiát használj el. Nagyon erős gyulladás csökkentő, az egyik barátomnál ilyen fogműtét volt, és a fogműtétjét megcsinálta a doktornő, és nem kellett neki fájdalomcsillapítót szedni, mert a Cordycepsnek a porát naponta lögybökölte a szájába, és az olyan gyorsan leszette azt a hatalmas gyulladást, ami ott keletkezett, hogy szinte mi volt nyilván fájdalma, de minimális. Köszönöm szépen annak, aki megalkotta ezt a diát, Adrián. A DX-nek van még egy fantasztikus gombája, ami nem olyan régen található meg az európai piacon, viszont annál nagyobb port kavart. Tehát én azt tudom, hogy a pajzsmirigy túlműködéseseknél nagyon-nagyon nagy segítség, álmatlanságnál, folyadékháztartási gondoknál, hogyha dagadt a lába az embereknek, nagyon gyorsan leszedi a vizenyősödést, nagyon segít a testnek leszedni a vizenyősödést. Különböző gyulladások esetében én a gyulladás csökkentő hatását nem tapasztaltam még, és nem is hallottam róla vissza, de szorongásnál, nyugtalanságnál, feszültségnél, ez egy nagyon finom gomb, ez egy nagyon, nagyon kis finom, ez a Poria Focus. Ez egy gombának a micélium fonalából készül szintén, és hát Kínában nagyon széles körön használják, ugye egészségmegőrzésre, illetve tudni kell róla, hogy ez se is egyik termésre tartalmaz semmiféle mesterséges összetevőt, adalékot, ami a gyógygombáik közül színezőanyagokat, vagy ilyesmit.
Tehát nem értelő kapta meg ez sem a halál minősítést. És annyi tapasztalat van Póriából, de az időrövidsége miatt most nem tudok róla többet beszélni. Itt van egy háttérbe szorult termék, ami fantasztikus az allergiásoknál. Tehát óriási segítség az allergiásoknak. Nagyon erős vírus és baktérium tulajdonsága van, és kiegészítő kezelésként javasolják a tüdőgyulladáshoz orvosok. Abszolút működik. Jó, aszmásoknak az illóolajából készítenek, illóolajat készítenek az aszmásoknak, egy olyan inhalációs dolgot, és akkor könnyebb lesz a légzése. Egyébként az aszmásoknak adnak még farkasgyepűn is kordicepszet, arról tudok. A galoterápiának még van egy nagyon fontos termék, amit én nagyon szívesen használok, ez az Androgy, ez az igazi keserű király. Ez meg még inkább most jött be. És igazából azt tudom, csak fantasztikumot tudok róla mondani, mert olyan szinten tisztít, hasonló erővel, mint a Ganoderma, de még valami brutalitást is hozzátesz, mert kimondottan a betolakodókat löki ki. És meg kell, hogy mondjam, hogy én elkaptam a Covidot, végigmentem rajta, és akkor a Covidnál, a Covidnak a kipucolásában nekem a legnagyobb segítséget az Androgy adta. Egyszerűen, és képzeljétek el, hogy annyira rosszul voltam, hogy nem is fogadott be más a szervezetem, csak a kordicepszet, az androgyt, meg a vizet, 6 napon keresztül. De azt bármennyit elfogadott, de bármi más vettem, még a spirulinát sem engedte be. Csak ezt, kordiceps, androgy és a víz. És ezek átsegítettek engem, és kijöttem a Covidból, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Egyébként Tájföldön ugye ezt a Covid ellen hivatalosan is egy Covid ellen gyógynövényként könyvelték be. Nyilván ez most Európában, Magyarországon ez nem következett be, szerintem nem is fog, de majd mi elmondjuk. És eljutottunk idáig a kedvenc kávénkig. Ugye ez a DXN cégnek a belépő terméke, úgy is hívom, de igazából azoknak az embereknek, akik már nem tudnak kávézni, vagy magas a vérnyomásuk, nekik mindenképpen javasolt ki, hogy próbálják ki a DXN kávéit. Mert nem emeli a vérnyomást, nem csinál savat, és van benne ganoderma, illetve van benne maka az egyikben, ami a kicsit a férfi előtt növeli a maka, a ganoderma meg pucol. Én azt tapasztaltam, hogy mióta ezt a kávét iszom, azóta sokkal hosszabb ideig vagyok képes koncentrálni, és a másik meg azt, hogy annyira imádom, mert annyira, a szervezetem annyira kívánja, hogy sokszor egyet-kettőt letagadok, mert már túl soknak tűnik, hogy megiszok egy nap 5 kávét. Tehát az hihetetlen, hogy és ha te itt vagy és DXN-es vagy már egy ideje, akkor tudod, miről beszélek. Úgyhogy ezeket érdemes kipróbálni, és ez is a ganoterápia része. Mert ha már annyit elérünk, hogy valaki csak a kávéját lecseréli, és elkezdi jobban érezni magát, egy kicsit több vizet iszik, egy picit mozog, és csak a kávét lecseréli, akkor már tettünk érte valamit, mert akkor a sejtjei már kaptak valamit, amitől életre kelnek, és élnek, és léteznek, és észreveszik azt, hogy úristen, hát itt voltak fájdalmak, hogy az emberek, hogy a Szilvi kolléganő mondta, hogy már megszokták, hogy fáj, basszus. És amikor elkezdett fogyasztani a DXN termékeit, akkor észreveszed azt, hogy létezik, hogy nem fáj, vagy megszokták, hogy fáradtak vagyunk, nem? Megszoktuk azt, hogy be vagyunk túnyulva, jó, hát fáradtok, hosszú volt a nap, és igazából már mindegy, megyek, alszok, és közben meg ez nem így van. Csak nincs energia, elhasználta a szervezeted, és nem tudod pótolni, és tényleg, ganodermás kávénak nekem ez volt az első, hogy felismertem, hogy van energiám mindenütt, reggel is, este is. Nagyon-nagyon jó. Nagyon jó wellness italok vannak, fermentált készítményeink, és ez megint csak azt tudom mondani, hogy a ganoterápia az igazából nekem a mindennapjaimnak a része. Mert fogyasztom a morinzit, használom a fermentált, a rizsecet, zseniális, és tudjátok, meddig elég? Másfél évig elég egy ilyen nagy üveg rizsecet. Másfél év. Annyira erős, és ugye folyamatosan érik az üvegben is. Úgyhogy nekem a polc tetején másfél év alatt olyan sötét barnára érett be, és annyira finom volt, de szinte csak éppen meg lehetett löttyinteni egy salátára, annyira hatékony, annyira erős volt.
itt van az alma dzsem, amit tudom, mit csinálok, kinyitom, azt betolom ebéd után, mert könnyíti az emésztést, mert fermentált, mert nagyon magas a napsütéses órák száma, ahol ezt az almát szüretelték. És a fermentáció hatására ugye ez az alma dzsem segíti, könnyíti az emésztésemet. Könnyebben megbirkózok a húsokkal, könnyebben megbirkózok mindennel. Ugyanúgy van belőle juice is, és ott van a csodaszer, a kordipány, meg sem merem mondani, mennyi kordiceps van benne, nem is fogom, de rengeteg, és ananász enzimeket tartalmaz, és van benne egy valami, ami az összes gennyes letapadást kiszedi a szervezetedből. Tehát bárhol van ilyen gennyes letapadás, mondjuk ha van egy ilyen gennyes gyulladás benned, akkor ezt a kordipányt kitakarítja és kiüríti, általában a széklettel. Ez is a ganoterápia része. És ez is arról szól, hogy elkezdünk fogyasztani valamit, és rájövünk arra, hogy ez jó. És akkor kipróbálunk még valamit. Én is úgy próbálgattam ki, én is egyszerre ittam meg az összeset, meg ettem meg az összes ganodermát. Sőt, képzeljétek el, hogy én egy pár napig én letettem a két ganodermás dobozt magam elé, és így néztem, mert nem mertem megenni. És megvártam, a hétvégét megvártam, és hétfő reggel mertem az első ganodermát, egy-egy kapszát megenni, mert mondom, hogyha ki valami baj lesz tőle, akkor legalább tudunk hívni orvost. Annyira nem ismertem, meg nem bíztam benne, azt sem tudtam, mi ez. És annyira jó volt, hogy segített. Három napig fájt a hasam nekem is, de annyira ki akartam jönni abból, amiben voltam, hogy nem érdekelt. És kijöttem, és nagyon-nagyon hálás vagyok a cégnek. Higiéniás, kozmetikum termékek, na ebben a Céna Tündi zseniálisan profi, ott van neki a Facebook csoportja, és ott van neki ott vannak az előadásai, ő mindent el tud róla mondani, én annyit tudok róla elmondani, hogy a szappannal tudok mosdani, azzal szoktam borotválkozni, mióta a szappannal fürdök, nem vakarodzok. Ezzel a szappannal fürdök már 8 éve. Érdekes, most lesz lassan 8. éve, igen, lehetődik, és már 9. belépünk. A fogkrém zseniális, csípésekre is jó, gyerekeknek, hogyha megcsípi, megéget, stb. Fogfájásra, föltött kedve, borsmentolaj van benne, és hűsíti, illetve a ganoderma regenerálja. Nagyon-nagyon jó kis cuccok ezek is. De erről én túl sokat nem tudok mondani, ezeket ki kell próbálni. De ez is a ganoterápia része. Mert hogyha kijön a méreganyag, és ezzel a szappannal fürdesz meg, akkor a bőrnek a sejtjei felazulnak, és az egészet le tudod pucolni, és nagyon jól lélegzik a bőröd után egész éjszaka, jobban tudsz aludni. Rengeteg tapasztalás van, nagyon-nagyon sok élmény, és ha egyetértetek azzal, hogy nem az számít, hogy én mit mondok, vagy hogyha te mit mondasz a termékről valakinek, hanem az, hogy mit tapasztalnak meg az emberek. És mindig ugye az a leghitelesebb, amikor valaki a saját bőrén megtapasztalja, mert az az igaz. Annyit el szoktam előjáróban mindig mondani, hogy mire lehet számítani, milyen ellenhatású reakciók lehetnek, és hogy így is kipróbálja, természetesen eddig mindenki kipróbálta, és bizony én akkor is megvenném ezeket a termékeket, hogyha nem itt a DXM-ben lennék tanácsadó, hanem valahol máshol dolgoznék, mert sokkal többre vagyok képes általuk. Sokkal, sokkal többre. Sokkal jobban tudok tervezni, el tudom engedni a félelmeit, a problémákat kívülre tudom helyezni, magamon kívülre, ettől szoktam magamon kívüli állapotba kerülni. Nem viccet félretél, tehát le tudom kicsinyíteni, szembe tudok nézni a napi feladatokkal, nekem is ugyanúgy vannak kihívásaim, ugyanúgy vannak problémák, ugyanúgy vannak megoldandó feladatok, de egyszerűen teljesen másképp állok hozzá, mivel ezeket a termékeket fogyasztom, és segítenek benne. És most nézzünk néhány tapasztalást, és mindjárt végzünk. Hány óra van? 45. Ezeket mind megtaláljátok, és nagyon-nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik írtak nekem, mert ezt egy posztban kérdeztem meg a DXM Fogyasztói Fórumban. Ha csak egy-kettőt, hogy 10 éve fogyasztom a termékeket. 10 éve fogyasztod a termékeket, imádlak. Tehát még régebben voltam vagyok, mint én. Azóta a légúti betegségek elkerülnek. Balesetem után is segítettek a termékek. Jól alszom, nappal nem vagyok fáradékony. Ezek nem ilyen leírt dolgok. Ott van, meg volt, kiírta. Ha elviszed el, még rá is írasz Messengeren, mert minden DXM-es válaszolni fog, mert mi egy ilyen család vagyunk. Segítjük egymást. És ez sokkal több annál, mint csak sima céges kapcsolat, vagy csak sima egymást megismerése. Itt a DXM család támogatja egymást, és nyugodtan rá tudsz írni. Ott meglátod a nevét annál a posztnál, jó?
Nézzünk még. Nem szerünk semmilyen gyógyszert, nem járunk orvoshoz, egy új szemléletet kaptunk. Azt mondja, hogy 57 éve diagnosztizált tüdőbeteg, COPD és így. 16 éve ezzel megállított fibrózissal, az igen, szeptemberben 5 éves rák túlélő lettem, ganoderma spirulina lion's mane, tavaly augusztusi kezdés után 2 hét éreztem, hogy több energiám van, több erőm van, az októberi covidom 3 napra magas lázzal lete, és akkor olvassátok el, mert azt mondja, én csesztem el, elfelejtettem a tovább gombot megnyomni, és így fotóztam be. Jó, 4 éve fogyasztok dékszent termékeket, ne legyek elég egész télen náthás, megismertem a testem ritmusát, eltűnt az öpsömör, a gyerekünk emu kezelésénél segített, a kemény dolgok ám, amikkel találkozunk egyébként. Valaki egy hónapja van itt, és már csökkentek az üzleti panaszai. Nagyon érdekes, ez valószínű nem azért van, mert egy ilyen csodaszerek vannak, bár én azt mondom, hanem azért, mert annyira rossz állapotban van a testünk, hogy már a legkisebb jót is azonnal jelzi. Jó, súlyos refluxból már most csak egy pici van, változókörű paraszok számomra nem jelentkeztek, aztán személyiségfejlődést alá tudom támasztani, aztán egészséges vagyok az elmúlt 8 évben, előtte pánik, ezt én írtam, akkor ezt nem olvasom. Azt mondja, a páromnak 2014-ben tüdőembóliát diagnosztizált, rengeteg van, nem fogom felolvasni, nem fog többet felolvasni, nézzétek, itt is van még, gyűjtöttem még. És én bennem ez egy akkora egyetértés, és egy akkora vízió, és majd nagyon-nagyon jó emberrel beszélgettem a vízióról, hogy egy olyan vízió, hogy itt Európában egy néhány száz, vagy akár néhány ezer olyan pontot létrehozni, olyan embert, aki elmondja a többieknek, hogy léteznek ezek a gyógygombák, és megtanulja ennek a gondterápiának ezeket az alapjait, amit egyébként bárki megtud, nagyon-nagyon egyszerű, egy-két hónap alatt már nagyon sokat lehet benne fejlődni, mert szerintem nagyon nagy szükség van ma a világnak arra, hogy ezt a ganoterápiának a spóráit hintsük, hogy még több kis ganoterapeuta kikeljen belőle, mert ez a jövő, és a testünknek az öngyógyítása a jövő. Nem fognak minket szerintem a vegyszerek meggyógyítani, és nekünk kell saját magunkat mindig egészségesen tartani, figyelni arra, hogy normálisan éljünk. Nem azt mondom, hogy normálisan táplálkozzunk, mert nem fogunk tudni normálisan táplálkozni, mert mi magyarok vagyunk, de semmi gond, eszünk pörköltet, nokedlival, azzal sincs semmi, csak hogy a szerveink jól tudjanak működni, hogy ki tudják üríteni, amit kiköl, meg föl tudja szívni, amit föl kell, és a fölszívjanak a mikro-makrotápanyagok, és legyen bennünk elég oxigén. Nagy szeretettel várlak titeket a Gyékszent Gyógygombás Fogyasztók Fórumában, ott névvel is meg tudjátok nézni, hogy kik írták ezeket a tapasztalásokat. És így a végére csak annyit mondanék, hogy nekünk már beváltak ezek a termékek az elmúlt 8 évben, és mindenképpen azt javaslom, hogy próbáld ki te is, veszteni valód nincs. Én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és ezt a szép embert most leveszem minden a megosztásból, és hogyha szeretnétek, akkor tudtok kérdezni akár cseten, akár most bárki, mindenki visszakapcsolhatja a mikrofonját nyugodtan, és nagy szeretettel válaszolok a kérdésekre. Köszönjük, Pisti, nagyon-nagyon jó volt, meg összeszedett. Köszönjük szépen. Hát ez kérdés volt, akkor nagyon szívesen, Szabolcs. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a dicséretet. Bocsánat, számomra nem volt kérdés. Hogyha most nincs a fejedben, akkor nyugodtan írhatsz nekem Messengeren is, illetve föl fogom tenni a DXM fórumba ezt a videót, és akkor ott a poszt alá is tudsz majd kérdezni, jó? Mert nagyon szívesen válaszolok mindenkinek minden kérdésére.